Melyik az a rendőrségi osztály, aminek a munkáját egyszerre ismerjük is, meg nem is? Számtalan amerikai sorozat központi témáját képezik, mégis keveset tudunk a valóságról. Ma megmutatjuk, hogyan dolgoznak élesben a bűnügyi helyszínelők. Őszinte részt vettem. Jellegzetes fehér ruha, kapucni, maszk. Általában együtt látjuk a rendőrségi kordonnal és sátorral. Jelenlétük semmi jót nem sugal. Ők azok, akik akkor mennek, ha tényleg nagy a baj. A kiemelt vagyon elleni bűncselekmények, illetve súlyos vagy életveszélyt okozó testi sértések, gyilkossági ügyek, rendkívüli halálesetek tartoznak a bűnügyi technikai osztályhoz. Egy helyszíni szemlebizottság az minimum 2 főből áll, bűnügyi technikusból és bizottságvezetőből, illetve hozzánk, mivel van ugye holttest a helyszínen, ezért egy orvos is csatlakozik. Igazából a bizottságvezető felel a helyszínért és az ott folyó munka szakszerűségéért, jogszerűségéért. Ezt a munkát pedig hamarosan élesben is láthatjuk, előtte azonban szemügyre vesszük, mi mindent visznek magukkal a helyszínelők egy címre. Ne feledjük, lakásbetöréstől az emberölésig, új lenyomattól DNS és vérbegyűjtéséig minden ennek a csapatnak a feladata. Különféle nyomrögzítő csomagolóanyagok, védőruházat, ez a helyszínre, ezzel megyünk fel, ez egy vonulós táskának, becézzük. Amikor mondjuk adott esetben egy helyszínen vért keresünk, nincsen, felmostak, eltüntették a nyomokat, és akkor mi megkeressük, megtaláljuk. Egy kicsit muszáj közhelyesnek lennem, de szerintem minden nézőnek azért eszébe jut ilyenkor az NCIS és ehhez hasonló sorozatok. Tehát ez a... Nem egy szemüveget veszünk fel, de van olyanunk is. Aha. Van olyanunk is, de igen, technikailag el vagyunk amúgy látva, tehát vannak olyan eszközeink, amikkel ők is találkozhattok a sorozatokban. A normál vonulós autók mellett pedig az osztály rendelkezik egy kitelepülős kisbusszal is, ami az elhúzódó komoly esetek során kellhet. Miután a járműveket megcsodáltam, egy szertárba kísért a csapat. Ott kezdődött az igazi varázslat. Engedélyt kaptam rá, hogy én is kipróbáljam a nyomrögzítés fortéjait. Elsőként az új lenyomatok, illetve azok maradványainak felkutatását és begyűjtését mutatta meg Guszti. Gyakorlatilag ti ezt egy bűnügyi helyszínen, ezt így végig, ahogy te csinálod, így, ahogy én most csinálom, az egész ajtót. Négyzetcentire szépen végigfestjük az ajtót. És akkor borzasztóan örülsz, hogyha találsz valahol egy foltot. Akkor igen, boldogság. Hopp, ez lesz az. A megtalált új nyomat ezután egy öntapadós fólia segítségével rögzítettük. Jó, nem tagadom, így nem volt olyan nehéz. Néhány négyzetméteren és pontosan tudtam, mit keresek, kezembe kapott készre kevert vegyszerekkel. De azért egy valós helyszínen, ami sokkal-sokkal nagyobb, és az ember nem feltétlenül tudja, mit is keressen, kőkemény munka lehet ez. Utána engem kiküldtek, és amíg vidáman kortyolgattam az üdítőmet a folyosón, Timi megszúrta az ujját, és vérét a padlóra csöpögtette. Alaposan felmostak és felszárították azt, de a helyszínelő sorozatok egyik legikonikusabb fufus megoldása természetesen azonnal segítségemre volt a megtalálásban. Hát akkor most... Jön a helyszínelő gyöngye. Jön a nyomozó, és most kideríti, hogy mi történt itt, kérem szépen. Vegye fel a kesztyűt a nyomozó. Elkezdi van. Így szépen. És akkor ez így, hogy hányiket? Aha, mennyi. Te látsz onnan valami? Hát igen, de nem vagyok benne biztos, hogy az. Most kezdj fel, aha. Megvan. Na most. Azt a mindenit. Láttad? Akár hosszú hónapok, évek elteltével is képes ez a szer mutatni a vér jelenlétét. Ezeken a valódi fotókon már egy kicsit többet próbáltak meg eltüntetni, látszólagos sikerrel. Mintát vettünk belőle és azonosítottuk, hogy valóban vért találtam, ezek után pedig tudnánk akár DNS-t is rögzíteni a maradványokból.
néztük volna tovább az eszközöket, de a sors úgy hozta, hogy innentől már élesben folytatjuk az ismerkedést a tudománnyal, a vagyonos csapat ugyanis címet kapott. A vagyonos csapat kapott egy címet most, úgyhogy kimegyünk és azt is megnézzük, de Timiékkel megyünk oda is ki. Egy belvárosi pénzváltót próbált meg valaki felfegyverkezve kirabolni, ám a bentartózkodónak volt lélek jelenléte, és kisebb konfrontáció után sikerült bezárkóznia, a támadó pedig elmenekült. Mikor kiértünk, a helyszín már kordonnal volt kerítve, a bűnügybevetésiek elkezdték a forronyomos munkálatokat, a térfigyelő központban pedig már javában vizsgálták a környék kameráit. Beöltözés után pedig a technikusok is munkához láttak. Először a sérülékenység alapján előbb a DNS mintákat veszik, és akkor utána fognak majd fizikai porozásos nyomkutatást végezni. Ilyenkor fontos, hogy a vétlen maradványokat is azonosítsák. Ez olyan részletességgel zajlik, hogy például minden a helyszínre belépő rendőr cipőlenyomatát is külön rögzítik. Na most már látszik ott az ajtókereten is, hogy össze van kenve. Megporozták az ajtókeretet, illetve belül is daktiloszkópia nyom töredéket keresnek. Most fogják kivenni majd a telepített szagot. A helyszínen a kutyavezető elosztály rendőre is. A bevetésiek mellett az ő munkájukról is részletes anyagot találhattok a korábbi epizódjaink között. Kutyavezető előhozta a kutyát, és akkor most munka lesz, ő már látszik rajta, hogy kicsit úgy izgalomban van, mert érzi, hogy meló lesz, és hát megpróbáljuk, hogy elindul-e a rögzített szagon. Annó kábszeres éles címeken voltunk, a nyomkövetést viszont csak szimulált jelenetben tudtuk bemutatni, de most ezt is lehetőségem volt élőben végignézni. Úgy néz ki, hogy felvette a szagon. Egyszerűen döbbenetes, hogy egy belvárosi kerületben egy esős estén órák elteltével is képes a kutyák orra kilométereken át is kiszűrni egy eleve nem tiszta szagmaradványból, pontosan, hogy hová is ment az elkövető. Hosszas séta után egy parkolóházban kötöttünk ki, ott vesztette el a szagot a kutya. Ez tökéletesen egybeesik a kamerafelvételekkel is, innentől pedig már gondolhatjátok, jöhetett a parkolóház kamerájának ellenőrzése és az adott időben kihajtó autók rendszám szerinti szűrése. Tehát akkor a kamerakutatás azt is kihozta, hogy itt a kihajtósában sétált lennél a parkolónál. Néhány napon belül el is fogták az elkövetőt, indítványozták az letartóztatását, amit a bíróság el is rendelt. Fegyveresen elkövetett rablás kísérlete az ok. Visszamentünk a központba, beszélgettünk, pihentünk. Az éjszaka nyugalmasan telt, nem volt cím, ám reggel viszonylag korán érkezett a küldés. Első közös, életes ügyünk. Hát Budapesten egy gyárnak a telephelyén voltunk, ahol az egy ott lakó, aki egyébként ott is dolgozó munkás akasztással vetett véget az életének. Lélekben próbáltam megfelelően hangolni magam, de ez mindig nagyon nehéz. Az elmúlt két évben, bár a műsorban rendszerint kerültük a témát, már jó párszor találkoztam a halállal. De valahányszor egy ilyen címre közeledtünk, elfogott egy nyomasztó érzés. Most különösen igaz ez, belegondolva, hogy valaki önként döntött úgy, hogy véget vett az életének. Ilyenkor előzőleg már az ügyeletes orvos egy kerületi rendőr asszisztálásával megvizsgálja a holttestet, az ő döntésüktől függ, szükség van-e bűnügyi helyszínelésre. Ha az ön vagy idegenkezűség esélye fennáll, menni kell. Beöltöztünk. Most én is. Talpig fehérben, sterilen. Aztán iránybe. A látvány civil szemmel megrázó. Nagyon. Timiék viszont mintha otthon lettek volna. Alázattal, tisztelettel, de a legnagyobb természetességgel kezdtek neki a helyszínelés teendőihez. Megszokták. Búcsúsorokat hagyott, amivel csak bocsánatot kért, tehát semmivel indokolni nem indokolt a tettét. 50 pluszos férfiről beszélünk, aki igazából nem jutott egyről a kettőre, egy alkoholos életmódot folytatott. Elképesztő mennyiségű adatot rögzítenek. A szék lábvastagságától kezdve a kötél nyúlási paramétereig mindent papírra vetnek. Amíg Timi a környezetet, a nyomokat vizsgálja, addig a helyszínelők orvosa magára a testre figyel. Azon keresi az elváltozásokat, jeleket. Ugye, mivel megmozdítottuk a lábát a kitámasztási helyről, és az ugye lelóg így, innentől kezdve tudjuk, hogy az elhunyt az még, mivel nincsen a hullamerevség beállva, ezért friss, tehát nem idősebb. De ilyenkor én azt nem értem, hogy akkor ugye az életösztön az
az akkor visszakapcsol? Tehát, hogy nyilván... Nem, nincs idő rá. Tehát egy 10 másodpercről beszélünk. Vagy 5-ről, amikor meg az ájulási szint. Tehát az oxigén hiány miatt elájulsz. Meg se tudod gondolni, hogy fel akarok állni. Meg ha eltökéltem, akkor belehajolok. De nem tud. De nem akar. Most mondom, hogy nem utána tud. Utána elveszi az eszméletét, van még ilyen funkció, ha most ott állsz mellett, akkor még újra tudnád. De ha nincs senki, akkor szépen utána eltopul. Miután végeztek a nyomrögzítéssel, Gusztiék elvágták a kötelet és a padlóra fektették az elhunytat. A protokoll szerint ilyenkor levetkőztetik a testet és megvizsgálják azt. Egyébként ős nem mondta, soha nem volt öngyilkossági kísérlete, kijelentése pszichiátriai kezelés alatt nem állt. Ő tipikusan az volt, aki csak megtette. Ugye szokták mondani, hogy aki mondja, az nem teszi meg. Ez se biztos, de ő nem mondta, csak megtette. Aztán érkeznek a szállítók és a híradók krimik megtestesült kaszása, az a bizonyos zsák. Hatósági boncolásra szállítják az embert, annak a folyamatnak a végén következhetnek az átlagember számára is felfogható történések, a temetés, a gyász. Őszinte részt vettem. De mégis hogyan dolgozza ezt fel az, aki ebben él? Nincs benned semmilyen traumatikus emlék, vagy semmilyen olyan dolog, ami mondjuk tényleg megvisel egy ilyen szituáció környékén? 2006. január 1 óta csinálom ezt, tehát itt. Vannak bizonyos emlékek, amik úgy belém égtek az elmúlt évek során. Hát, hogyha azt mondom, hogy sehogy nem érintett meg, akkor egy érzéketlen lénynek tűnök, de nem, nyilván ez megérint, meg De tudom kezelni, úgy gondolom. És ezt már kölyökrendőrként is megtanultam kezelni, tehát ezeket a helyzeteket. Egyébként volt egy ilyen beszoktatás, tehát egy kvázi pár tanulószolgálatra azért átrendeltek, hogy bírod-e idézélesen a látványt. Amire én azt mondom, hogy megviselt, és kénytelen voltam bevallani, és azon túl kellett tennem magam, az egyetlen egy olyan fiatal ember öngyilkossága volt, akinek az én fiamtól 4 nappal volt idősebb. És legrosszabb, hogy egy szerelmi bánat, egy rövid ideig tartó szerelmi bánat. Valaki alig 1-2 órával ezelőtt még kiengedte a kutyákat és kitolta a kukát. Aztán kicsivel később egy kollégája a szobafalánál a fűtéscsövön lógva találja. Tudom, hogy kemény volt az elmúlt 5 perc, de azt gondolom, igenis kell erről beszélnünk. A depresszió, az alkoholizmus, a magány nem játék. Próbáljatok meg odafigyelni az ismerősökre, szerettekre, mert tudom, hogy klisés a körmondat, de tényleg addig a jó, amíg még ti tudtok segíteni. Ha ti még jönnek, már késő lesz.